Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója április 6-án csütörtökön. 1,3 milliárd forintot fordítanak a Mosonmagyaróvári várra. Nem baráti tűz végzett a bőnyben lelőtt rendőrrel, és a hétvégén elkezdődik az amerikai futballbajnokság a győri Sharks számára. A részletek hamarosan jönnek, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket néhány mondatban. Utolsó szakaszához érkezett a győri keleti elkerülő építése. Az 5 km hosszú szakasz jövő év elejére készül el. Forgalomban szembehajtott fel egy kamion a 85-ös útra. A megdöbbentő felvétel a napokban került fel az internetre. Megérkezett Győrbe a Richter Cirkusz. Richter Florián új műsorát vasárnapig lehet megnézni. És csapadékos időre számíthatunk a következő napokban. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Már dolgozik a kivitelező a keleti elkerülő harmadik ütemének építésén Győr mellett. A több mint 5 km hosszú szakasz Vámos szabadít, és az M1-es autópályát köti össze, tehermentesítve ezzel a belváros keleti részét a teherforgalom alól. A teljes beruházás 2018 első negyedévére készülhet el. Épül a keleti elkerülő harmadik, egyben utolsó szakasz a Győr mellett. Az út 5,2 km hosszú lesz, és közvetlen kapcsolatot teremt a 14-es út, illetve az M1-es autópálya között, megszabadítva ezzel a belváros keleti részét a dugóktól. Jelenleg cölöpözési munkálatok és a szerelőtér építése zajlik, útépítés tekintetében pedig cserjezési munkálatok folynak éppen. A Mosoni Duna felett egy 395 méter hosszú hidat építenek, ennek 180 méteres elemét nagyjából a sajtótájékoztató helyszínén rakják majd össze, illetve emelik be pár héten belül. Egy másik híd is felépítésre kerül a Bácsai oldalon, az egy sokkal kisebb híd, 45 méteres a Bácsai csatorna felett. Ott tegnap egy bejáráson magam is megnéztem, rendkívül előre haladott már, tulajdonképpen az a híd már elkészült, annak az aszfaltozása, illetve a ráfutó útpályának az elkészítése fog zajlani. A kivitelező az útpálya megépítéséhez eddig mintegy 130 ezer köbméter töltésanyagot szállított le, ez a teljes mennyiség ötödét jelenti. Következő hetekben lehet arra számítani, hogy az anyag odaszállítása folyamatosan történni fog, ezért is kérnék még további türelmet a győriektől. Tegnap mi ellenőriztük a főmérnök úrral, amit mi láttunk, az összes olyan autó, teherautó, amely erre a területre szállítja a földet, illetve a homokot, mindegyik leponyvázva közlekedett, ugye ez egy lakossági kérés volt, és természetesen egy előírás is, és ez így lesz a következő időszakban is. Simon Robert Balázs elmondta, elvégezték az első zajméréseket is, elsősorban olyan pontokon, ahol lakóházak is vannak. 5 olyan pont van, ahol messze a megengedett határ alatt van a zajszint pillanatnyilag, és egy olyan pont van, ami egyébként egy vámos szabadi pont, ahol 1, illetve 3 decibellel a nap illetve az éjszakai zaj meghaladja a határértéket, ennek azonban csak egy oka van, az ott közelben húzódó 14-es már meglévő út. A zajmérésekre a következő időszakban is sor kerül, a környezetvédelmi hatóság előírása alapján több alkalommal is, és természetesen, hogyha a környezetvédelmi hatóság olyan előírást támaszt majd, hogy zajvédőfalat kell építeni az út bizonyos pontjaira, ez is meg fog történni. A sajtótájékoztatón elhangzott, a győri keleti elkerülő az elmúlt 20 év legjelentősebb állami közúti beruházása a Kisalföldi megye székhelyen. Csak a harmadik szakasz mintegy 15 milliárd forintba kerül a hídépítés miatt. A több mint 13 km hosszú elkerülő 2018 tavaszára készülhet el teljesen. A Mosonmagyaróvári vár állag megóvására és turisztikai célú hasznosítására 1,3 milliárd forintot fordít a vagyonkezelő Széchenyi István Egyetem és konzorciumi partnere, a budavári ingatlanfejlesztő és üzemeltető non-profit Kft. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastély és Várprogram miniszteri biztosa arról beszélt, hogy a Mosonmagyaróvári rekonstrukció jól illeszkedik a térség többi fejlesztéséhez, amelyek révén Győr-Moson-Sopron megyében rövid idő alatt turisztikai attrakciók láncolata várja majd a látogatókat. A rekonstrukció engedélyezési tervei a közeljövőben elkészülnek, a kivitelezés ősszel kezdődik, a munkálatokkal pedig 2019-ben végeznek. A 400 éves várban
a régészeti kutatások napokon belül elkezdődnek, azok képezhetik majd a jövőbeni kiállítások alapját. Nem Baráti tűzölte meg Bönyben a házkutatás közben lelőtt rendőrt, derült ki az Egyesített Igazságügyi Orvos és Fegyverszakértői Véleményből. Korábban a sajtóban több helyen azt írták, elképzelhető, hogy a gyilkosságot nem a Magyar Nemzeti Arcvonal nevű hungarista szervezet egyik alapítója Györkös István követte el, hanem Baráti tűzben vesztette életét a lelőtt nyomozó. A mostani vizsgálat azonban a korábbi megállapításokat támasztotta alá. Tavaly, október 26-án reggel a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai előre tervezett házkutatásra mentek ki a Bőnyi házhoz, ahol a tulajdonos gépkarabéllyal több lövést adott le rájuk, és a gyanú szerint megölt egy rendőrt. Kamion hajtott szembe a forgalommal az egyes úton, a szabálytalanságot pedig egy csorna felül közlekedő autóba szerelt kamera rögzítette. Csak a szerencsének és a sofőr lélek jelenlétének köszönhető, hogy nem történt baj. Egy autóban felszerelt kamera rögzítette ezeket a felvételeket. A kocsi sofőrje a 85-ös úton Csorna felől hajtott az egyes út felé, amikor az egyes útról váratlanul egy kamion kanyarodott az ő forgalmi sávjába. Csak a szerencsének és a sofőr lélek jelenlétének köszönhető, hogy nem történt baj, ugyanis a kamionnak a lámpa után szabadott volna csak balra kanyarodni. Akik balról jönnek egy külön oldalsó sáv, tehát nem viszi be a kereszteződésbe, hanem a lámpás kereszteződés mellett egy elsőbségadásos megoldással oldották meg, és ő ezt választotta. Hogy miért, az nagyon nagy kérdés, mert egy ekkora nehéz gépjárművel, ilyen sebességgel, ilyen rossz időjárási körülmények között éjszaka, hát ez csak a fatális szerencsének köszönhető, hogy itt nem történt baleset. Sokszor történik baleset szabálysértés miatt. Az a tapasztalat, hogy sokan nem úgy közlekednek, ahogyan kellene. A kamion sofőrje azonban most akkorát hibázott, ami egyáltalán nem jellemző, mondja az oktató. Nem indok semmi. Annak ez a hivatása. Annak minden pillanatban topon kellene lenni. Éjjel-nappal ezt csinálja. Hát ez lehetetlen. Most ez nyilván ez a kamion feltehetően üres volt, hogy ezt megmerte tenni, mert ha meg van rakva, akkor egy ilyen sebességgel, ha ugye vagy elmérte, vagy elnézte, tehát lassan kell menni. Vagy azt nézte, hogy ugye egyenesen az egyes főúton telezöld volt. Ilyen is lehet. Mert itt, ahol kanyarodott, ott nem volt lámpa, ahonnan a személykocsi, ahova kanyarodott, ott nem volt lámpa, egy elsőbségadás tábla van. A videót egyébként a Csorna felől haladó autó sofőrje küldte be a kisalföld.hu-nak. Azt, hogy a kamion miért ért át az ő sávjába, nem lehet tudni. Idén mintegy 24 millió forinttal támogatja az oroszlányi önkormányzat azt az 59 civil és sportszervezetet, egyesületet és alapítványt, amelyek sikeres pályázatokat nyújtottak be a bírálóbizottságnak. A társadalmi célú források 13 milliójából legtöbbet a Bányász Hagyományőrző Fúvós Zenekari Egyesületnek ítéltek, de 1 milliós támogatást kapott a Mirandolina Alapítvány és a Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület is. A sport célú pályázaton kiosztott mintegy 11 millió forintból a kajakosok és a súlyemelők másfél-másfél millió forintot fordíthatnak céljaik megvalósítására. 1-1 millióval gazdálkodhatnak az ökölvívók, a karatésok és a dzsúdósok. Már hagyományosan a Győri Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola volt a házigazdája az országos illemtani versenynek. A csapatoknak telefonos, szurkolói és vendéglátási etiketben is bizonyítaniuk kellett. A zsűri szerint a legjobb az lenne, hogyha iskolai keretek között is bővítenék a diákok illemtudását a jövőben. A Győri Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola aulájában tartották a 16. országos középiskolai illemtani csapatversenyt. A megméretésre felkészült fiatalok több témakörben is bizonyíthatták rátermettségüket a zsűri előtt. Volt felvételi interjú. Ennél nehezebb műfaj alig ha van. De volt színház, éttermi kultúra, virágkultúra, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, beszélgetés, társadalmi megnyilvánulás. A legnehezebb feladat most is a virágok felismerése és használata volt, viszont ez is nagyon szükséges a viselkedés kultúrájának kialakításához, akár csak a terítési szabályok ismerete. Ezt azonban nagyon sokan már otthonról hozzák magukkal.
ez egy örök kérdés. Nagyon jó, hogyha otthonról hozzák, mert otthon már akkor felszedik a viselkedés kultúrát, amikor még nem tudnak róla és nem járnak iskolába. De az iskolának adnia kéne, sokkal többet kéne adnia, mert például nem tantárgy a viselkedés kultúra. Nincsen bent az országi képzési jegyzékben, benne volt, de kivették belőle. Nagy hiány, hogy az oktatásban nem szerepel. A zsűri elnöke szerint mindenki, aki foglalkozik a témával, nem csak a versenyen, hanem az életben is jól tudja használni az ismereteket. Gyermekrajzokkal töltött időkapszulát helyeztek el a győri belvárostól nem messze, az egyik újonnan épülő lakópark mellett. A gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy lerajzolják, hogyan képzelik el 50 év múlva szobájukat. A rajzpályázatra beküldött legjobb 10 alkotás került a föld alá, amit 50 év múlva, vagyis 2067-ben hoznak majd felszínre. Gyerekek gyülekeznek szüleikkel együtt, rajzok díszítik a kerítést, nem véletlenül. A családi napon ugyanis kiderültek annak a rajzpályázatnak eredményei, amit az egyik győri ingatlan iroda hirdetett meg. Egy nyílt napot szerveztünk a Tavi Rózsa lakópark építkezésével kapcsolatosan. Amerikából átvettünk egy példát, hogy időkapszulát helyezünk le, ebben gyerekeknek a rajzait fogjuk elhelyezni. Meghirdettük városszerte, általános iskolások 6-tól 14 éves korig rajzolhattak. A gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy lerajzolják, milyennek képzelik jövőbeli szobájukat. A technikának és az internetnek hála, ugye minden gyermeknek a figyelmét általában ez kelti föl, úgyhogy számítógépes játékokból vett ötletekkel, UFO-kkal és mindenféle gépesített dolgokkal találkoztunk leginkább a szobákban. A legjobbnak ítélt 10 rajza pedig egy különleges dolog történt. A gyerekek rajzaik hátuljára 50 évvel későbbi önmaguknak írnak üzenetet, ugyanis ezek az alkotások egy időkapszulába kerültek. 2067-ben fogjuk felvenni ezt az időkapszulát, remélhetőleg megérjük. Az biztos, hogy a gyerekeknek nagy esélyük van rá, és itt lehetnek a felvételen. Én szerintem azért jó dolog ez az időkapszula, mert így megmarad a munka, nem fog elveszni valami miatt. A természet közelségét szimbolizálva a rendezvényen egy diófát is elültettek, ennek árnyékában fogják majd 50 év múlva kiemelni a hétvégén eltemetett időkapszulát. Vasárnapig Győrben állomásozik a Richter Florian cirkusz. A társulat ezúttal is színes műsorpalettával várja a közönséget. Lesz halálgömb motorosokkal, elefánton zsonglőködő artista és légtornászok is. A Richter Florian cirkusz előadásait vasárnapig láthatja a győri közönség. Vadonatúj műsorral várja a győri közönséget a Richter Florian cirkusz, ahol az újdonságok mellett a tavalyi év egyik leglátványosabb, legnagyobb attrakcióját is lehet majd látni, természetesen továbbfejlesztve. Tavaly 3-an motoroztak a halálgömbben, ebben az évben viszont 5-en fognak motorozni, és hát ideig a közönség teljesen eufóriába volt, és nagyon-nagyon tetszik nekik ez a produkció. Ez mellett még ugye más újdonságok a lézerben, ez is egy ilyen futurisztikus, látványos eleme a műsornak, amikor lézersugarakat lő ki az artista szemüvegéből, a kabátjából, a kezeiből, és akkor az egész nézőteret beteríti különböző lézersugarakkal, az gyerekek, felnőtteknek, mindenkinek egy ilyen fantasztikus látványosság. A cirkusz pedig a nem mindennapi produkciókon kívül klasszikus műsorszámokkal is készül. Légtornászok a levegőben, a kupolában, akik a tripla szaltot mutatják be, lovas produkciók, elefánt, bohócok. A színes műsorpalettának köszönhetően a szórakozás garantált. A Richter Florian cirkuszban egyébként estéről estére rengeteg állat fordul meg a porondon. Tevék zebrák, amit a fiam Kevin mutat be. Sandra az elefánt, akinek a fején a lányom Angelina láb zsonglőr mutatványokat mutat be. Akkor még a posta, ami ezúttal 20 lóval egyszerre mutatunk be a porondon, amikor a fiam 2 lóvon áll, és akkor mind a 18 ló átbújik a lába közt, tehát a 2 ló között, és akkor tehát utána előzönlik a lovak az egész porondot. A publikum pedig az egyik lovas produkción keresztül a kulisszák mögé is beleshet. 2,5-3 évesek ezek a lovak, és 3-4 hónapja vannak már nálunk. És most egy olyan produkciót mutatunk be ebben az évben, amikor bemutatjuk a közönségnek, hogy hogyan tanítjuk őket, mik az alapok,
Tehát, hogy például az első az, hogy minden lónak ugye meg kell tudni, hogy hol van a helye a, mondjuk a hatban. Tehát a hat ló ugye egymás sorban áll, és akkor tudnia kell, hogy hol van az ő helye. Akkor, hogy hogyan hívjuk magunkhoz, akkor hogyan mennek párosba, akkor időt hagyunk nekik, hogy megszokják a fényt, a hangot, a közönséget, a zenét. Tehát ezt mind a közönség előtt tanítjuk őket, és ezt nagyon, nagyon érdekesnek találja a közönség is. A társulattal egyébként nagyjából 50 állat utazik, a cirkusz pedig fontosnak tartja, hogy a lehető legnagyobb teret biztosítsa számukra, így a már szinte családtagokká vált állatok tágas térben legelészhetnek a próbákig, ugyanis mindegyikükkel naponta több órát foglalkoznak. Az állatokat a produkciók előtt pedig bárki meglátogathatja. Annak is adjuk. Hát de hát te neked kellene odaadnod. A Richter Florian cirkusz egészen vasárnapig állomásozik Győrben. Az előadások pénteken este 6, szombaton délután 3 és 6, vasárnap pedig délelőtt 11 és délután 3 órakor kezdődnek. A társulatot ezután Moson-Magyaróváról lehet majd látni. Könnyed 33-22-es győzelmet aratott a Grundfos Tatabánya a Cegléd ellen a férfi kézilabda NB1 22. fordulójában. A hazaiak szinte már az első félidőben eldöntötték a két pont sorsát, hiszen már a nagyszünetben 7 gól volt a különbség. Mivel a Csurgó vereséget szenvedett a Szeged ellen, így a Tatabányának már 4 pont az előnye a harmadik helyen. A hétvégén elkezdődik az idei amerikai futballbajnoksága Győr Sharks számára. A keretben több változás is történt, a legnagyobb azonban a szakmai stábot érinti, ahol a kanadai John Burleson vette át a vezetőedzői posztot. Rajta kívül 2 légióssal is erősítettek a győriek irányító, illetve elkapó poszton. A csapat Győrben kezdi az idei HFL szezont az Eger együttese ellen. A találkozó vasárnap délben kezdődik az elektromos pályán. Utolsó szakaszához érkezett a győri keleti elkerülő építése. Az 5 km hosszú szakasz jövő év elejére készül el. Forgalomban szemben hajtott fel egy kamion a 85-ös útra. A megdöbbentő felvétel a napokban került fel az internetre. Megérkezett Győrbe a Richter cirkusz. Richter Florian új műsorát vasárnapig lehet megnézni. Tömördi Szabina ma este is összegyűjtötte a térség legjobb kikapcsolódási lehetőségeit, és már izgatottan várja itt a stúdióban, hogy velünk is megossza őket. Szia Szabina! Mit ajánlasz nekünk a hét utolsó munkanapjára? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Dobos és ütőhangszeres nap Moson-Magyaróváron. Az 5 éve elhunyt zenész Bükki Attila emlékére reggel kamara kiállítás nyílik, ezt követően pedig ütőhangszeres szóló és kamara verseny is lesz. Az érdeklődőket egésznapos hangszer kiállítással és 18 órakor kezdődő gála koncerttel is várják. A programok délelőtt 4:10-től kezdődnek majd a Flash központban. Aztán a múzeum testközelben Tatán, a Kúni Domonkos Múzeum és a Tatai Helytörténeti Egyesület rendezvénysorozatának első előadását csütörtökön délután 4 órától lehet meghallgatni a Tatai Várban. Testünk a csoda interaktív kiállítás Győrben. A tárlat szervezőinek célja, hogy az általuk fejlesztett egyedi eszközökkel bemutassák, és a gyermekek számára könnyen megérthetővé tegyék az emberi test működését. A kiállítást egészen szombatig lehet megnézni a Molnár Vitt közösségi házban. A folytatásban pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hét hátralévő részében. Csapadékos lesz a péntek az előrejelzések szerint az ország északnyugati részében számottevő csapadék várható. Pénteken hajnalban 5, amíg reggel csupán 7 fokot mérhetünk majd. A hőmérséklet a nap további folyamán sem lesz ettől nagyon magasabb, a maximum értékek 10 fok körül alakulnak. Folytatódik a felhős, esős, szeles idő péntek este is, 7-8 fokot mérhetünk majd a nap végén.
A folytatásban lassan kitisztul az ég és alább hagy a csapadék a hosszú távú előrejelzések szerint északnyugaton. Szombaton még felhős lesz az ég, eshet is, reggel és este 8, napközben pedig 14 fok várható. Vasárnapra már nem mondanak csapadékot, a nap elején viszont köd lehet néhol. Reggel és este 6, napközben pedig 18 fokot mérhetünk majd. A hétfő naposan alakul, a nap elején és végén 12, amíg napközben 23 fok lehet. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták április 6-án csütörtökön. Köszönöm, hogy ma este is bennünket néztek. Holnap este természetesen 7 órától újra várjuk majd Önöket. Komárom Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye friss híreivel. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, jó éjszakát és kellemes pihenést kívánok, a viszontlátásra! Thank you.